Sok kis diák gyűlt össze az iskola ebédlőjében, hogy fontos témáról ejtsenek szót. A gyerekek nagy része már hallott a cukorbetegségről. A napi étkezés az megvan neki szabva, hogy mikor egyen. És nem szabad ugye leesni a vércukor szintjének. A gyerekek egy előadáson vehettek részt, ahol nagyon kellett figyelniük, ugyanis az ott szerzett információkra szükség volt. Később kvízjátékban mérhették össze tudásukat. Van egy ilyen diabetes mellitus, ez lenne a napi neve a betegségnek. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedhessenek az egészséges életmód fontosságával. Érintettek már ők is, társaik vannak, akik szenvednek sajnos ebben a betegségben, és az is nagyon fontos, hogy a minél korábbi életkorban kialakítsák azokat a megfelelő étkezési szokásokat, életviteli szokásokat, amelyekkel elkerülhető a cukorbetegség. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 5 éve hozta létre az Egy Nap Zuckerbergben elnevezésű játékot, melynek a célja, hogy a gyerekek egy tematikus nap formájában játékos módon sajátítsák el a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a Nemzetközi Diabetes Szövetség Kids programjából jött létre. Természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével, hogy minden információ átmenjen a gyerekek számára a cukorbetegségről, hogy amikor találkoznak vele, vagy egy cukorbeteg társukkal az iskolában, akkor tudják, hogy mivel jár az ő élete, milyenek a mindennapjai. A nap folyamán a gyerekek kvízjátékban is részt vehettek, de voltak ügyességi játékok és eszközbemutató is. A legügyesebbek meglepetésekkel mehettek haza a nap végén.